Kedves videónéző, nagy szeretettel köszöntelek a Húsvéttól Pünkösdig tartó sorozatom 21. napján, ez a harmadik hét, 7. napja. És tegnap beszéltünk az innivalóról, ma jön az ennivaló. Mózes második könyvének 16. fejezetéből olvasom Isten igéjét. Azután útnak indultak Izrael fiai Élimből, és megérkezett Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztába, amely Élim és a Sínai között van. A második hónap 15. napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izrael fiai, bárcsak meghaltunk volna az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jól lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éjhalálra jutassátok? Az Úr azonban így szólt Mózeshez. Majd én hullatok nektek kenyeret az égből. Menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót. Ezzel teszem próbára, hogy az én törvényem szerint jár-e, vagy sem. Amikor a 6. napon elkészítik azt, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz, mint amennyit napról napra szednek. Mózes és Áron ekkor azt mondta Izrael fiainak, ma este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki benneteket Egyiptom országából. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta, hogy zúgolódtok az Úr ellen. Ugyan mik vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolódtok? Mózes pedig ezt mondta. Add majd az Úr ennetek este húst, reggel pedig kenyeret jól lakásig, mert meghallotta az Úr a zúgolódásotokat, ahogyan ellene zúgolódtatok, mert mik vagyunk mi? Nem ellenünk zúgolódtatok, hanem az Úr ellen. Áronnak pedig azt mondta Mózes, mondd meg Izrael fiai egész közösségének, járuljatok az Úr elé, mert meghallotta zúgolódásotokat. Amikor azután Áron Izrael egész közösségéhez beszélt, és a puszta felé fordultak, az Úr dicsősége megjelent a felhőben. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Meghallottam Izrael fiainak a zúgolódását. Ezért így szól hozzájuk. Estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól. És akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fürjek szálltak oda, és ellepték a tábort. Reggelre pedig harmad borította a földet a tábor körül. Amikor felszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró darab lett volna a földön. Amikor meglátták ezt, Izrael fiai azt kérdezték egymástól, mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nektek eledelül. A második hónap 15. napján megérkeznek Izrael fiai a következő pusztában. Az azt jelenti, hogy eltelt az első hónap. Most a Biblia a holt szerint számolja a hónapokat, igazából a magyar szó is onnan származik. Ez azt jelenti, hogy pontosan 4 hét, 28 nap telt el, amióta Izrael fiai jelt kaptak, hogy kivonulhatnak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Tegnap hallottuk, hogy egy bizonyos útszakaszon, a 3. napon elfogyott a vízük. Természetesen az ember általában sokkal többet iszik, mint amennyit eszik, és sokkal rosszabb is a szomjúság, mint az éhség. A szomjúságot egyszerűen nem lehet kibírni. Egyszer szomjas vagyok, akkor inni kell, hát ők a pusztában voltak, nagyon fontos volt a folyadékpótlás. És most azt olvasjuk, hogy a negyedik hét után elfogyott az élelmiszer is.
Hát úgy tűnik, hogy elég sokat hoztak ebből, vagy elég sok élelmiszert hoztak magukkal Egyiptomból, de az is elfogyott. És most mi lesz? Panaszkodnak. Milyen jó volt Egyiptomban, azt mondják Izrael fiai, amikor a húsos fazekak mellett ültünk és kenyeret ettünk. Hát nem vagyok olyan biztos benne, hogy olyan sok húsat ettek ezek a rabszolgák Egyiptom földjén, de abban biztos vagyok, hogy nagyon jól esett a kenyér este egy hosszú-hosszú nap után, amikor nagyon sokat és nagyon keményen kellett dolgozni. Hát ez a rabszolgamunka az most már eszükbe se jut. Csak az ennivalóra tudnak gondolni, mert éhesek. És Isten ad nekik kenyeret. Azt láttuk. Mi ezt úgy ismerjük, hogy Isten mannát adott nekik enni, mert itt az Izrael fiai azt kérdezik, hogy mi ez, és ez héber nyelven úgy hangzik, hogy manna. Azt kapták. De érdekes módon, hogy olvastuk, Isten porciózva adja az ő népének az ennivalót. Minden napra annyit ad, amennyi elég lesz. És ez is egy próba, azt mondja Isten. Amikor reggel kimennek Izrael fiai, látják, hogy ott a táva körül valami fehér szemcsészerű dolog van, és kiderül, hogy azt lehet főzni is, meg sütni is, nagyon finom. És mindenki gyűjtött magának, és voltak, akik nem figyeltek oda, vagy talán nem akarták elhinni, amit Mózes mondott, mert még megtartottak belőle másnapra is, de másnapra már nem volt jó. Viszont másnap ott volt a következő adag a tábor körül. Tudom ajánlani, hogy majd az ájtat után olvasd végig az egész fejezetet, és akkor rájössz arra, hogy mi minden történt még ezzel a mannával kapcsolatban. De Isten így adja. Egy napra adja az ennivalót. Tehát a mindennapi kenyeret adja. Az egy napra valót adja. Kivéve pénteken, akkor két napra adja az ennivalót, de arról majd egy másik alkalommal fogunk beszélni. Ez a próba, hogy Isten népe bízik-e annyira Istenben, hogy nem kezd nagy gyűjteketésbe, hanem elfogadja azt az adott napra, amit Isten ad. Az ennivalót is, és a feladatot is. És Isten népe elvégzi. Aztán meg a következő napra várja a következő adagot. Az ennivalóból is, és a munkából is. A feladatból is. Aztán így tovább, és így tovább, és Isten majd megadja a ritmust, hogy mit, mikor, hogyan. Ezt kellett Izrael fiainak megtanulni. És később az Úr Jézus erre a történetre, vagy erre az esemény sorra igazából utal vissza, amikor ő önmagáról azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, amely a mennyből szállt alá. János 6. fejezetében olvassuk ezt, ezt a fejezetet is érdemes olvasni, ahol az Úr Jézus arról beszél, hogy Izrael fiai 40 évig eszik ezt a mannát a pusztában. De a 40 év után mindazok az emberek meghaltak, akik itt jelen voltak első alkalommal, amikor Isten adja a mannát. Mert ezek az emberek nem voltak engedelmesek. Nem akartak bevonulni az ígéret földjére, hanem vissza akartak fordulni. Ezért Isten 40 évre visszavezeti őket a pusztába. 40 évig adja nekik a mannát, a fizikai kenyeret, de mégiscsak meghalnak ott a pusztában ezek az engedetlen emberek. És azt mondja az Úr Jézus, hogy nála más a helyzet. Aki ő teszi, az nem fog meghalni soha. És ezt tesszük, amikor úrvacsorát veszünk magunkhoz. Ott van előttünk a kenyer és a bor. A kenyer az Úr Jézus testére utal, a bor az Úr Jézus vérére. És valóban megesszük ezeket a dolgokat. Nem az Úr testét, nem az Úr vérét, hanem ezeket a jeleket esszük meg, mert azzal kifejezzük, hogy azt akarjuk, hogy ő éltessen bennünket. Hogy az ő kezéből fogadjuk el a mindennapi kenyeret és a mindennapi feladatot. Ilyen király a mi Istenünk, aki
bátor harcos, azt hallottuk, aki a gyógyító, aki az életmódot is elmagyarázza, és aki a mindennapi ennivalóról és a mindennapi tennivalóról is gondoskodik. És azt kéri tőlünk, hogy mi bízunk benne, hogy az örök életet megkaptuk, abba bízhatunk, ha az Úr Jézuséi vagyunk, de úgy kapjuk meg, hogy mindig csak a következő napot látjuk meg belőle. És ez legyen nekünk elég. Holnap az Új Szövetséghez fogunk visszatérni, remélem, hogy akkor újra fogunk találkozni. Isten velünk, viszontlátásra!